Mint ismert, Nagy János Sziget Fidesz kollaboráns polgármestere azt állította Magyar Péter április 6-ai tüntetésén a színpadon, hogy én, mint a DK Sziget képviselője gyakran látogatom Kövér Lászlót a helyi házában. Ezt én azonnal cáfoltam, és a hazug állítása miatt be is pereltük Nagy Jánost. Sőt, még azt is vállaltam, hogy poligráfos vizsgálatnak vetem alá magam, hogy a hazugságvizsgálat cáfolja nagy állításait. Az igazság megérkezett. Ennek eredményeit fogom perceken belül bemutatni önöknek. Nagy János a Fidesz kollaboránsra lett, a Fideszsel együtt szavaztatott meg Sziget magának több mint 6 millió forint jutalmat, és a Fideszsel együtt rugott ki másfél éve az önkormányzat bizottságaiból civileket, dékásokat, szocialistákat és momentumosokat. Nagy már elvesztette támogató szervezeteit, és dühében tudatos hazugságot terjesztett rólam a kosutéri színpadon. Én viszont betartottam a szavam. Ahogy azt ígértem, hazugságvizsgálatnak vetettem alá magam. Derüljön ki most az igazság, ne csak hónapok vagy évek múlva, amikor Nagy János veszíteni fog a bíróságon hazugállításai miatt. Nos, az igazság ezen nem megérkezett. Egy független budapesti magávállalkozás által elvégzett vizsgálat során négy kérdést tettek fel nekem nagy állításaival kapcsolatosan. Ezek a következők voltak. Jártam-e valaha a Kövér László házában? Tárgyaltam, vagy egyeztettem-e valaha személyesen Kövér Lászlóval? telefonon vagy interneten keresztül szóban kapcsolatba léptem a -e Kövér és a negyedik, akár egyszer is írásban, hagyományos vagy digitális formában kommunikáltam-e Kövér Én mind a négy kérdésre nem választottam a vizsgálaton. Ez itt a kezemben a hazugságvizsgálat eredményét megállapító hivatalos szakvélemény. Szó szerint idézem, a poligráfos hazugságvizsgálat során regisztrált fiziológiai változások alapján Jószai egyik releváns kérdése sem adott megtévesztő választ. Azaz, mind a négy kérdésre igazat mondtam. Ez pedig azt jelenti, hogy bizonyítani tudom, hogy Nagy János országvilág előtt hazudott Magyar Péter színpadán. Itt az ideje, hogy Nagy János nyilvánosan bocsánatot kérjem tőlem. Nem először hazudik rólam, de most egy ország nyilvánossága előtt hozta szégyenbe városunkat, sziget Miklóst is. Nincs helye a közéletben, de mielőtt távozik, felajánlom neki üljön be ő is abba a székbe, ahol én voltam, felteszek neki néhány kérdést, ha már a nyílt vitát egyszer sem vállalta velem az elmúlt években sem városunkban, sem a televízió nyilvánossága előtt. Foglalok neki időpontot.